Köszöntelek, Zolikám, itt az első Miskolc Rally második körét követően. Az első kérdésem egy nagyon egyszerű kérdés. Röviden foglaljuk össze, hogy mi is történt ez alatt a négy gyors alatt. Egész jó volt, szerintem jól kezdtünk, jó volt az új választásunk. Bár a pálya kicsit fennmaradásos volt már az első gyorsan, amit nem egészen értettem, hogy hogy lehet, de végül is én úgy érzem, hogy sikerült ehhez alkalmazkodunk, és negyedik időben sikerült le is jönnünk, nagyon örültem ennek. A második gyors az még jobban feküdt, talán mondhatom, ott sikerült harmadik időt jönnünk. Az már a tréningen is látszott, megéreztem, hogy azt én jobban szeretem, hogy ilyen tempós pálya, hosszú, nyújtott kanyarokkal én jobban szeretek ezen a pályákon menni. Aztán a harmadikba becsúsztunk, ott a nézők közé, itt a céltól egy pár száz méterre. Hát ott egy kicsit aggódtam, hogy nehogy túlcsúszunk, mert a fák is közel voltak. Szóval ennyi volt az összhibánk ezen a mai versenyen eddig. Ott kicsit vesztettünk, láttam, a motor újra kellett indítani, biztos benn maradt egy 10-11 másodperc. Pedig is eddig ennél nagyobb bajunk nem volt. A negyedik szakasz pedig sikerült elég jól megfordulni. Következő kérdésemben afelől érdeklődnék, hogy hogyan lehetne ezt a versenyt az éves úgymond programtervetekbe felütésképpen elhelyezni egy tesztverseny, vagy esetleg valamilyen elmaradt versenynek a pótlása. Igen, hát erről beszélünk szemes. Minden együtt. Aradon sajnos nem mentünk, nem voltunk elegen. Így az utolsó pillanatban mi is úgy döntöttünk, hogy kikelejtünk ezt a versenyt, pedig szerettük volna, meg készültünk is rá, és hát két hét múlva megyünk Vassára. Remélem, hogy ott össze fog állni a csapat, és veszünk elegen, úgyhogy értékeljenek minket. Így erre a kassai futamra ez már egy felkészülés egyben. Meg régen mentem már itt Miskolcon, itt nagy a hangulat, sok az ember, sok az autó, 180 nevező, vagy lehet, hogy még több is van. Igazából ezek mind-mind arra készítettek, hogy indulunk. Ahogy mondtam, esetleg a korábbi beszélgetések során, hogy akár tesztnek is, éles tesztnek is föl lehet használni ezt a versenyt. Volt-e a mai futam alatt olyan technikai dolog, amit esetleg kipróbáltatok, legyen ez akár a gumi, esetleg valamilyen hajtás, vagy egyéb tényező? Igen, Pécsen mi csak Jokohamával mentünk, most egy kicsit változtattunk rajta, előre listereket tettünk föl, és most ezt próbáltuk, hogy előre 20-as, középkeményet, 30-as a legkeményebb verzióját, hátul maradtunk a Jokohamánál, és ezeket teszteljük, és majd ezek után eldöntjük, hogy akkor mi legyen, és mi maradjon ebből kosszára. Hát nagy hirtelen afelőre érdeklődtem volna, hogy mennyire vagy elégedett, de nem akarom ezt a dolgot úgymond előrehozni, mert mondtad, hogy egy komoly kiértékelés követi majd a futamat. Két gyorsasági, van-e valamilyen óhajod, sóhajod, amit esetleg ki akarnám ez alatt próbálni? Hát egy kicsit gyorsan szeretnék. Ugye itt van a mezőnyben kétszeres magyar bajnokunk, Vassán Önnel György, Gyuri barátom. Tudom egy kicsit közelebb érkezni hozzá, mert ez egy jó érzés van a számomra. Hát jól megy mindig. Akkor azt kívánom, hogy ez a feeling teljesüljön, és úgy menjetek haza, hogy mondtad innen Borsodból, ahol a rally még mindig él, hogy jól éreztétek magatokat, és egy számotokra is tökéletes versenyt sikerült futni. Köszönjük, én is köszönöm.